Van-e valakinek kérdése, hozzászólása az előterjesztéshez? Ezen a korábbi városi közgyűlésen még dr. Csörgics Lajos ült a pulpituson a városvezetők és a jegyző mellett. A korábbi győri aljegyző április 1-jével távozott a hivatalból, ahol azóta is keresték utódját. Sokan pályáztak a pozícióra, közülük választották ki a legalkalmasabbat, aki, mint kiderült, tulajdonképpen házon belülről érkezett. Dr. Bakonyi Bernadettet választottuk és kértük fel a jegyzőnek, jegyzőúrral egyetértésben természetesen. Úgy gondolom, hogy a jegyzői hivatal egy rendkívül fontos része a városnak, városi apparátusnak, hiszen a Győrváros jegyzője a Győrváros önkormányzati hivatalának a vezetője. Az ő munkája annyira szertágazó, hogy a jegyző nélkül dolgozni ez hosszú távon nem megy. Sőt, most, hogy jönnek a választások, most különösen a helyzet az fokozódik, és egyre több munka lesz, ami egyre komolyabb feladatok elé állítja a hivatalt. Dr. Bakonyi Bernadett számára a közeg semmiképpen sem új, a feladatok nagy részét is jól ismeri. Az új aljegyző bemutatkozásképpen annyit mondott, nagy kihívás, de nagy lehetőség is számára a megbízatás. Jegyző úrral is többször egyeztettünk, és tökéletesen igaza van abban, hogy én egy szeletét ismerem ennek az egésznek. Nyilvánvalóan az az előnyöm, hogy a hivatal, a győri hivatalnak a működését 2008 óta látom. A munkának azért nem minden részét és minden szegletét ismertem meg gyakorlati szinten, de igyekszem ezt minél előbb behozni, és minél gyorsabban tanulni. A polgármester hozzátette, sok fontos feladat vár a város új aljegyzőjére, már csak azért is, mert 2022 tavaszán választásokat tartanak Magyarországon, ami plusz terhet ró a győri önkormányzatra is.